Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal is a Magyarságkutató Intézet megpróbál a segítségetekre lenni. Ma megnézzük, miképpen kerül szovjet megszállás alá a II. Világháborút követően Magyarország. Ebben segítségünkre lesz dr. Borbendék Zsuzsanna történész. Az első kérdésem az lenne, hogy mit érdemes tudni az 1944 végi 1945-ös eseményekről? Magyarország szovjetizálása 1944 őszén megkezdődik, amikor a trianoni magyar határokat átlépi a Vörös Hadsereg. Ez egy rendkívül újszerű szituáció a világtörténelemben, ugyanis korábban olyan nem volt, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá vált 43-44-re, hogy a megszálló csapatok a saját politikai rendszerüket fogják rákényszeríteni a megszállt területekre. Tehát Magyarország szovjetizálása abban a pillanatban eldől, amikor a Vörös Hadsereg az első, aki átlépi a határokat. A közigazgatás kialakítása is egyből elkezdődik 1944 őszén. A megszállás alá került területeken a szovjet katonai közigazgatás megkezdi a helyi közigazgatási formák felállítását, elsősorban természetesen a kommunista párt segítségével, és amennyiben helyi funkcionáriusai vannak, akkor a helyi kommunista funkcionáriusok segítségével. Létrehozzák még Debrecenben 1944. decemberében az ideiglenes nemzetgyűlést összehívják, amelynek már a választási formája is oly módon történik, hogy egyértelműen a kommunista párt erőfölénye mutatkozik meg, bár koalíciós alapon szervezik, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai kerülnek be a nemzetgyűlésbe, de ezeket a pártokat már a szovjet kommunista párt gyakorlatilag kijelöli, hogy kik kerülhetnek be a Függetlenségi Front pártjai közé. A nemzetgyűlés összeül december 21-én Debrecenben, és megválasztja az ideiglenes kormányt, amelynek a tagjait tulajdonképpen szintén Moszkvában jelöli ki korábban. December 22-én áll fel az ideiglenes kormány, amelynek miniszterelnöke Dálnoki Miklós Béla egyfajta gesztusként tulajdonképpen abba az irányba, hogy megosszák a még mindig harcoló csapatokat a Dunántúlon. Ugyanis ne felejtsük el, hogy ekkor még Magyarország nagy területén háború van. És ez azáltal, hogy egy elfogadott előző Horthy kormányzathoz köthető katonatisztet állítanak a kormány élére, ezzel próbálják a szálasi, illetve a németek mellett harcoló magyar hadsereget bomlasztani, megosztani. A szovjet csapatok az első pillanattól kezdve megszállóként viselkednek Magyarországon, és megszállóként gyakorlatilag szabad engedélyezve van számukra a szabad rablás, a civil lakosság elleni erőszak minden formája. Ennek a következménye az lesz, hogy tömegesen erőszakolják az asszonyokat, a civil lakosság nagy részét kényszermunkára hurcolják el. Ennek tulajdonképpen a hátterében az áll, hogy Sztálinnak azt ígéri Malinovszkij marsall, hogy menetben fogják elfoglalni Budapestet, ami nem történik meg, sokkal nagyobb ellenállásba ütköznek, mint amire eredetileg számoltak. Éppen ezért bizonyítani kell Sztálin felé is, hogy a magyar hadsereg, illetve a német hadsereg mekkora erőkkel vonult föl Budapest védelmére. Ezért hadifoglyokat kell produkálni. Rengeteg civil embert hurcolnak el az utcáról hadifoglyként, ezek Málenki robotra, úgynevezett kis munkára szállítják őket a Szovjetunióba. Közel 600 ezer ember kerül ezután ebben az időszakban Magyarországról a szovjet gulág, illetve a gupfi táborrendszer táboraiba, és hosszú évek múlva szabadul csak egy töredék részük, a többség ott veszti az életét. A kommunista rendszer abszolút támadást indít az első pillanattól kezdve a három alapvető emberi és polgári érték ellen. Ez a nemzeti szuverenitás, a függetlenség, de ebbe bele lehet érteni a személyes szabadságot is természetesen. Támadást indítanak a magántulajdon ellen, és támadást indítanak a hit ellen.
Ugyanis a kommunista ideológia egyértelműen az emberi lélekben a hit helyét szeretné kisajátítani saját magának. Magyarország szovjetizálása nem csak a szovjet szándékot tükrözi, hanem a nyugati hatalmak is beleegyeznek, hozzájárulnak tulajdonképpen a status quo 45-ös kialakulásához. Sztálin gesztusként ugyan megteszi azt a lépést, hogy az ország, és hát a régió szovjetizálását nem egyik pillanatról a másikra hajtja végre, megtehetné, hiszen erőfölényben van, katonai erőfölényben, de egyrészt nem akar feltétlenül polgárháborús helyzetet kialakítani a megszállt területeken, másrészt pedig be akarja bizonyítani az ekkor még szövetséges nyugati hatalmak előtt, hogy demokratikus úton át tudja venni a kommunista párt a hatalmat. Természetesen a demokratikus út pusztán csak látszat. A kommunista párt az első pillanattól kezdve megszerzi azokat a pozíciókat, amelyek a hatalom tényleges birtoklásához szükségük van. Egyrészt a végrehajtó hatalom az első pillanattól kezdve az övék a belügyminisztérium. A belügyminisztériumon felül azonnal fölállítandó politikai rendőrség irányítása is az ő kezükben van. Ez teljesen egyébként a lenini utat követi, úgymond, ugyanis Leninnek is az első feladata 17-ben a cseka felállítása volt. Tehát létrejön a politikai, feláll a politikai rendőrség, de megkezdik az erőszakszervezettek kívül az igazságszolgáltatáson belül is a hatalom átvételt. Ez egyrészt a jogászi társadalom szelektálásáról szól, másrészt olyan törvények felállításáról, létrehozásáról, amely lehetőséget nyújt arra, hogy már 1945-ben megkezdjék a potenciális ellenfelekkel való leszámolást. Gondolok itt a háborús bűnösök ellen lefolytatott eljárásokra és perekre. Egyrészt a politikai rendőrséget ezzel az indokkal hozzák létre, hogy felkutassák a háborús bűnöket elkövetőket, és bíróság elé állítsák őket. Valójában azonban ezzel párhuzamosan megy a potenciális ellenfelekkel való leszámolás is, tehát a népbíróságok felállítását is felhasználja már 45 folyamán a kommunista párt arra, hogy félreállítsa a nem kommunista elemeket. 1945. november 4-én megtartják a nemzetgyűlési választásokat. A nemzetgyűlési választásokon azzal együtt, hogy már Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság helyi vezetője kijelenti, hogy bármilyen eredmény születik a választásokon, koalícióban, nagy koalícióban fognak a pártok kormányozni, a választásokat mégis elmondhatjuk, hogy szabad formában folytatják le, az eredmény látható az ábrán. A független kisgazda párt 57%-ot nyer ezen a választáson, és láthatjuk, hogy a Magyar Kommunista Párt, a kommunista párt és a szovjetek számára egyébként eléggé váratlan és döbbenetes módon rendkívül rosszul szerepel, 17%-ot sem kap. Ezzel együtt, mivel a koalíciós kormányzás eleve meghatározott volt, ráadásul 1946 tavaszán még a baloldali pártok, itt a szociáldemokrata pártra kell gondolni, a nemzeti parasztpártra, létrehoznak egy baloldali blokkot a koalíciós kormányon belül, amely sokkal hatékonyabban tud fellépni a választásokon győztes konzervatív, jobboldali irányzatot képviselő független kis gazdapárttal szemben. 1946. február 1-én Magyarország köztársasággá válik, kikiáltják a köztársaságot. 1946. februárjában megszületik az 1946. évi 7. törvénycikk a köztársasági államrend védelméről. Hogy a maga törvény indokolt, hiszen mindenki egyetért azzal, hogy a köztársaságot meg kell védeni az ellenségektől. Igen ám, de a kommunista párt némi csúsztatással ezt a törvényt fogja felhasználni arra, hogy leszámoljon a politikai ellenfeleivel.
Ez a csúsztatás abban áll, hogy a köztársaság ellenségeit egyrészt fasisztának minősíti, másrészt még további csúsztatással azt mondja rájuk, hogy reakciósok, vagyis a régi rend visszaállítását kívánják. De a reakciós fogalma kimerül abban, hogy mindenki reakciós lesz, aki nem kommunista. Hogyha visszagondoltok a választási eredményekre, 45 novemberi választási eredményekre, ez azt jelenti, hogy a társadalom 80%-át kvázi a rendszer ellenségeinek nyilvánította ez a törvény. Nem véletlen, hogy később ezt a törvényt hóhér törvény néven kezdik nevezni, és így híresül el. 1946-47 folyamán megkezdődik a politikai pártoknak a belső bomlasztása, gyakorlatilag ezt úgy viszik véghez, hogy kommunista funkcionáriusokat építenek be a különböző pártokba, belülről próbálják szétzülleszteni ezeknek a pártoknak az egységét, felbomlasztani, majd politikai pereket, koncepciós pereket előkészítve és lefolytatva ezeket a pártokat szétverik. A legismertebb ilyen koncepciós per az 1947-ben megrendezett magyar testvéri közösség elleni per, amely a független kisgazda pártnak a felszalámizásáról, tönkretételéről szólt elsősorban. A magyar közösség per volt az első tipikus koncepciós per Magyarországon, amellyel ki is dolgozták tulajdonképpen ezeknek a koncepciós pereknek a mechanizmusát, ez volt a prototípus, és továbbiakban ez szerint épültek föl a koncepciós eljárások. 1947-ben a kommunista párt megkezdi a szociáldemokrata párt felszalámizását, tönkretételét is, amelynek a csúcspontja, amikor a szociáldemokrata párt bal szárnya, amely kriptokommunistákkal volt természetesen tele, megszavaztatja a párttal, a kommunista párttal való egyesülést. Nézzük egy kicsit részletesebben meg az 1947-es kétszédulás választásokon. Mi történt? 1947-ben megrendezték a második nemzetgyűlési választásokat, ugye 45 után, amelyet a kommunista párt jelentősen manipulált. Kétszédulás választásoknak hívjuk azért, mert a belügyminisztérium kibocsátott egy kékszínű kis cédulát, ilyen igazoló szelvényt azoknak, akik nem a saját lakhelyükön kívántak szavazni. Ezekkel a kék cédulákkal a kommunista párt utaztatta a saját funkcionáriusait egyik településről a másikra, teherautóval megszervezett utaztatások voltak ezek, vagyis a kommunista párt tagjai azok több településen is le tudtak szavazni. Ráadásul már előtte a választási névjegyzéket is manipulálták, tehát nem is vettek fel nagyon sok olyan embert a választási névjegyzékbe, aki várhatóan nem a kommunista pártra szavazott volna. Mindezen manipulációkkal együtt a kommunista párt még így is csak 22%-os eredményt ért el. A kétszédulás választásokat követően 1948-ban egyesül a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt, létrejön a Magyar Dolgozók Pártja, amely 1956-ig vezeti az országot. 1949-ben megszületik az új kommunista alkotmány, amely alkotmányi szintre emeli az egypártrendszert Magyarországon, és ezzel együtt átalakulnak Magyarországon a mindennapok is, különös tekintettel azokra az ünnepekre, amelyet eddig a magyar társadalom ünnepelt, ami az magyar társadalom számára fontos volt. Elsődlegesen természetesen az egyházi ünnepeket veszi el a kommunista párt a magyar emberektől, és megadja saját új
ünneplendő tételeit. Ez egyrészt április 4-e lesz, amelyet a felszabadulás napjaként kell ünnepelni, és a Vörös Hadsereget, amely erkölcseiben gyalázza meg a magyar nemzetet 1944 ősze óta, felszabadítóként kell ünnepelni egészen a 80-as évek végéig. Ugyanígy beemeli az ünnepnapok közé november 7-ét, amely a nagy októberi szocialista forradalom, vagyis az 1917-es bolsevik puccsra emlékezteti a magyar társadalmat, és ezzel párhuzamosan a nemzeti ünnepeket pedig kiiktatja a mindennapokból. Nem ünnepelhetjük március 15-ét, augusztus 20-a is elveszíti egyházi és nemzeti jellegét, azt ugyan nem tudják betiltani, nem tudják elvenni a magyar emberektől, de augusztus 20-át áttematizálja a kommunista párt. Ezen túl eleinte az új kenyér ünnepeként ünnepeltetik, majd a 49-es alkotmány törvénybeiktatása után, amelyet direkt augusztus 20-ára időzítenek, az alkotmány ünnepeként kell augusztus 20-át a rendszerváltásig ünnepelnünk. Természetesen nem csak az ünnepnapokat, hanem a hétköznapokat, a mindennapokat is átalakítja a kommunista párt. Az 1940-es évek végén, 50-es évek elején állandósul a rettegés, hiszen a megtorlás nem csak a politikai ellenfeleket érinti, a koncepciós eljárások nem csak azt a célt szolgálják már ekkor, hogy a potenciális ellenfelekkel leszámoljon a kommunista párt, hanem gyakorlatilag mindenki, akit ellenségnek minősít a kommunista párt, bármelyik pillanatban számíthat arra, hogy a politikai rendőrség lecsap rá, hogy a rendszer bosszúja utoléri. Azt mondja a kommunista párt, hogy minden olyan személy ellenségnek tekinthető, akire ellenőrzött adatot találnak, hogy a fennálló népi demokratikus rendszert ellenzi annak az ellensége. A bizonyíték viszont bármi lehet, akár egy fodrásznál elhangzott pletyka, akár a házmester besúgó vallomása. Egy elhangzott pletyka, egy kocsmai beszélgetés is bizonyítékként szolgálhatott a politikai rendőrség számára arra, hogy letartóztassa az ellenségnek minősített személyt. Ekkor az országban egyébként körülbelül 35 ezer besúgója volt a politikai rendőrségnek, tehát soha nem lehetett arra azzal számolni, hogy éppen hol árulják el az ember megnyilvánulását. Mint mondtam, nem csak a politikai ellenfeleket érte el a bosszú, hanem az 50-es évek elején már a saját társadalmi bázisa ellen is támadást indított a kommunista rendszer. Elérte az ipari munkásságot ez a terror, ugyanis az erőszakos iparosítással, amelyet szovjet kezdeményezésre meghirdett Rákosi, a vas és acél országát kell építenie Magyarországnak. Az erőszakos iparosítás hatalmas terheket rótt a munkásságra, annak ellenére, hogy a rendszer proletár diktatúrának nevezte saját magát, vagyis azt mondta, hogy a hatalomban a munkásság, illetve a vele összefogó agrár népesség, a parasztság van, tehát ők birtokolják a hatalmat az országban. Ehhez képest az erőszakos iparosítás következtében megnövekedett munkamennyiség, a rendkívül rossz munkafeltételek, olyan munkakörülményeket idéz elő, hogy sorozatos a munkahelyi balesetek száma, sorozatos a selejttermelés, és amiért a munkásokat felelősségre vonják. Sorban készülnek a szabotásperek, a politikai rendőrség elképesztő megtorló akciókat indít az egyszerű munkások ellen is. Ugyanúgy a parasztságot sem kímélik. Hihetetlen, pont az erőszakos iparosítás miatt az agráriumra sokkal kevesebb figyelem hárul. Az élelmiszer ellátás akadozik az 50-es évek elején. Ahhoz, hogy a városi munkásokat etetni tudják, az utolsó
gabonaszemeket is elveszik a parasztságtól. Az 50-es évek elejének az időszakában van az úgynevezett padlássöprések időszaka, amikor tényleg effektíve kiürítik a parasztok éléstárait, éléskamrájait, szinte az éhínség szélére sodorva a magyar agráriumot. Azokat a parasztokat, akik megpróbálnak a saját családjuknak félretenni, megmenteni valamennyi élelmiszert, azokat a paraszt családokat a politikai rendőrség szintén megtalálja, terrorizálja, kulákokként bíróság elé állítja és elítéli. A kulák szó egy oroszoktól, szovjetektől átvett megnevezés, gazdag parasztot jelent hivatalosan. Valójában minden olyan parasztra rásütik a kulák jelzőt, akinek bármiféle apró kis vagyonkája, vagy volt, vagy bármennyi kis élelmiszert félretett a saját családja számára. A politikai rendőrség, amely az 50-es években terrorizálja a társadalmat, államvédelmi hatóság néven működik. 1950-ben kapja meg azt a rangot, hogy főhatóságként, tehát függetlenül a belügyminisztériumtól önálló főhatóságként működhet. A vezetője Péter Gábor, egy tanulatlan szabó segéd. A politikai rendőrség és a hatalom az osztályharc fegyvereként a büntetőjogot használja fel. Az elmélet egy Wyszyński nevezetű szovjet főügyésztől származik, aki azt mondja, hogy az osztályharc legfőbb fegyvere a büntetőjog, és a büntetőjogon belül a legfontosabb bizonyítási eszköz a beismerő vallomás. Innen származik az a terror, az az erőszak, amelyeket a kihallgatások során a politikai rendőrség börtöneiben alkalmaznak, hiszen nem kell tárgyi bizonyítékokat találni az adott vádra, elég, hogyha kiverik az áldozatból a beismerő vallomást. Őrnagy elvtárs? Nem kivégzés, borotválás. Most azonnal a tanúk szobájában. Nem akarja még egyszer átnézni a vallomását, Pelikán? Nem, annyit gyakoroltuk az elvtársnővel, nem akarom. Egy kis frissítés sosem árt, jó pap holtig tanul. Tudja, ki mondta ezt, Pelikán? Tudom, tessék ide lenni. Mi egy nagyon szép vallomást várunk magától, Pelikán elvtárs. Elnézést, virágelvtárs, ez az ítélet. Ennyi. Az álmatlan éjszakák. A lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Ez igaz. Bárkit utolérhet a politikai rendőrség bosszúja ebben az időszakban. Ezért szokták csengőfrász időszakának nevezni az 50-es évek elejét, amely onnan jön, hogy volt egyfajta toposza a politikai rendőrség működésének, ezzel is félelmet akartak generálni a társadalomban. Ez a toposz pedig úgy nézett ki, hogy éjszaka csöndjében fekete, lefüggönyözött autók jelentek meg egy-egy ház előtt, becsöngettek az adott lakásba, és úgy, ahogy volt a családfő, vagy akár az egész család pizsamában elszállították, és soha nem tértek vissza, vagy legalábbis a közeljövőben nem térhettek vissza az otthonukba. Ez egyébként nem mindig így zajlott természetesen, de ez a toposz, ennek az elhintése elég volt ahhoz, hogy megfélemlítsék a magyar társadalmat. Az államvédelmi hatóság megkapott 1950-ben egy csomó büntetés végrehajtási intézetet, internáló táborokat vett át, illetve saját maga is internáló táborokat építhetett. Az internálás egy sajátos formája volt a politikai bosszúnak. Az volt a lényege, hogy a büntető eljárást, tehát az igazságszolgáltatást ki tudták kapcsolni a bosszúból, a végrehajtásból, ugyanis egy egyszerű internálási végrehajtási rendelettel, amit a politikai rendőrség állított ki, az illetőt akár korlátlan időre is internáló táborokba zárhatták. A leghírhettebb ilyen internáló tábor 1950 és 53 között a Recski tábor volt, amelyet az AVH épített fel, és az AVH ellenőrzése alatt állt. De nem csak büntetés végrehajtási, tehát nem csak koncepciós perek, nem csak internálásoktól történtek ebben az időszakban, hanem családokat telepítettek ki pusztán azért, hogy az ingatlanjaikat meg
kaparincsa a párt. Budapest területéről közel 15 ezer embert telepítettek ki apró kicsi falvakba, kényszer lakhelyet kijelölve számukra. Ők általában polgári családok voltak, polgári lakásokkal rendelkeztek, ezeket a lakásokat a párt kisajátította saját felhasználásra. De ugyanilyen kitelepítések zajlottak a déli és a nyugati határsávban. Ugyanis Jugoszláviával kiéleződött ellentétek miatt a déli határsávot lezárták, aknásították, és az ott élő ellenséges elemeknek titulált vagy kinevezett családokat a Hortobágyra szállították, és a hortobágyi zárt táborokban kellett 53-ig élniük. Ugyanezt történt a nyugati határsávban, tehát Ausztria felé is lezárták a területeket. 1953-ban meghalt Sztálin. Ez nem csak Magyarországon, de a teljes szovjet blokkban változásokat idézett elő. Magyarországon Rákosit a szovjetek háttérbe szorítják, félreállítják. Őt tekintették a személyi kultusz megtestesítőjének. Rákosi Mátyás személyi kultusza abban nyilvánult meg, hogy a társadalom számára kötelezővé tette az ő személyének az istenítését, indokolatlan dicsőítését. Közterületeket neveztek el Rákosiról, üzemeket, gyárakat neveztek el Rákosi Mátyásról. Ennek a személyi kultusznak a kiteljesedése, vagy a csúcspontja Rákosi Mátyás 60. születésnapján volt, hogy az egész társadalom számára kötelező jelleggel ki volt adva, hogy dicsőítő verseket kell írni, himnuszokat írtak Rákosi Mátyáshoz. Rákosi Mátyás nevének elhangzásakor felállva kellett tapsolnia az embereknek, tehát ez a fajta személyi kultusz nem csak a nagy politikában jelent meg, hanem az emberek mindennapi életében is jelen kellett, hogy legyen. A Sztálin halála után, tehát a személyi kultuszt fölváltja egy valamennyire liberalizáltabb világ. 1953 nyarán Nagy Imrét nevezik ki Moszkvából a magyar miniszterelnökké. Ez olyan szempontból is sajátos lesz a korábbi időszakhoz képest, hogy a miniszterelnöknek nagyobb szerepet szánnak, hiszen nem a pártfőtitkár Rákosi Mátyás lesz az, aki medret szab a további politikai berendezkedésnek. Tehát olyan szempontból is újítás ez, hogy a miniszterelnök sokkal nagyobb felhatalmazást kap az ország további irányítására. Nagy Imre reformokat is vezet be. Egyrészt megpróbálja a közellátást javítani. Ezáltal az erőszakos iparosítást egy kicsit visszafogni, hogy nagyobb figyelem háruljon az agráriumra. Megszünteti az erőszakos TSZ-esítéseket. Közérzet javító rendelkezéseket hoz, és ami a legfontosabb, a börtönökben és internáló táborokban ülő embereknek meghirdeti a rehabilitációt. De ez a rehabilitáció, ez rendkívül ellentmondásos, úgy is mondhatjuk, hogy kétarcú, ugyanis hiába zárják be és oszlatják fel az internáló táborokat, az internáló táborokban ülő embereket, akiket, mint említettem, nem kerültek bíróság elé, nincsen hatályos ítélet velük szemben, bíróság elé állítják, és abban az esetben mehetnek haza, hogyha a bíróság által meghozott ítélet már letöltöttnek minősül. A börtönökben ülő emberek között pedig azoknak vizsgálják csak felül az ítéletüket, akik a szociáldemokrata párt baloldalához tartoztak, illetve azokat, akik a kommunista párt tagjai voltak, vagyis csak a baloldali emberek számíthatnak ekkor a hatalom bocsánatára. Nagyon fontos rendelkezése még Nagy Imrének, hogy feloszlatja az AVH-t. Ezt azonban nem jelenti be, tehát a magyar társadalom nem tud róla. Az történik, hogy az önálló főhatóságként működő AVH-t beintegrálják a belügyminisztérium alá újra, azonban a belügyminisztériumon belül a politikai rendőrség átveszi az irányítást.
A közigazgatási feladatok kikerülnek a belügyminisztériumból, és egy államvédelmi minisztérium alakul ki 1955-re. Amikorra Nagy Imre hatalma meginog, 1954 végére már miniszterelnökként sem tudja az akaratát keresztül vinni. Rákosi és a mögötte álló szovjet támogatók felerősödnek, és 1955-ben Nagy Imrét félreállítják. Rákosi hatalma visszatér. A mai alkalommal 1945 és 1947 között történteket néztük meg, majd ezt követően részletesen megvizsgáltuk, hogyan kerültek hatalomra a kommunisták, és mi jellemzi a Rákosi korszakot. A Magyarság Kutató Intézet reméli, hogy a közeljövőben is követni fogjátok videóinkat.